Reménykedünk abba, hogy itt azért most látszik, hogy a biológiai növényvédelem azért nagyon határozottan fejlődik. Itt, hogyha sikerül olyan természetes ellenségét megtalálni, és azt esetleg ugye bevonni a védekezésbe, ami ezeknek a kártevőknek az ellensége, az talán, talán megoldást jelenthetne, úgyhogy akkor, akkor mindenki számára itt ugye a méhészek, úgy a, a, termelők, mind a fogyasztók szempontjából is egy mondjuk úgy, ideális állapot lehetne. Erről sincs egyelőre tudomásunk, de tudomány az azért gondolom, hogy most kicsit ezt fókuszba kell helyezze. Itt valószínű, hogy nagyon komoly finanszírozások lesznek abba az irányba, hogy ezt, ezt a problémát, hogy így mondjam, ezt megoldják.